A műsort az SAP Hungary támogatta. Az év egyik legnagyobb szabású informatikai beruházása eddig a Waberers nevéhez fűződik. A szállítmányozó cég 3 milliárd forint értékben újítja meg informatikai rendszereit. Ennek részleteiről most a Waberers általános vezérigazgató helyettesét, Erdélyi Barnát kérdezzük. Hát mielőtt az aktuális informatikai beruházásról beszélgetnénk, arra lennék nagyon kíváncsi, hogy amikor az ember lát az úton egy ilyen napocskás, kék-sárga kamiont, akkor hogy kell elképzelni, mi történik ezzel a járművel a között, hogy útnak indul és visszaérkezik, milyen adatokat gyűjtenek róla, egyáltalán az informatikai rendszer hogyan dolgozik egy ilyen út mögött? Hát igen, már eljutottunk abba az állapotba, hogy fejbe ezt már nem tudjuk követni. Több mint 3500 kamionja van most a cégcsoportunknak, és ez azt jelenti, hogy ha ezt ma manuálisan, kizárólag a felhalmozódott emberi tudásra alapozva optimalizálnánk ezeknek a járműveknek a mozgását, akkor nem tudnánk továbbfejleszteni ezt a társaságot. Úgyhogy megpróbálunk minél több adatot gyűjteni és minél több adatot elemezni a flottával kapcsolatban. Ez azt jelenti például, hogy minden egyes pillanatban tudjuk, hogy az adott kamion hol van, hol helyezkedik el. Tudjuk azt is, hogy a járművezetőnknek mennyi a vezetési ideje, ami hátra van. Követjük azt is, hogy mikor fog megérkezni arra a lerakodóra, hogy ezt mi hívjuk, hát a célja gyakorlatilag a fuvarnak, amit el kell érjen a kamion. De amikor szeretnénk és egyre inkább ebbe az irányba haladunk, akkor akár azt is tudhatjuk, hogy milyen mélyre nyomja a gázpedált, vagy éppen a fékpedált az a járművezető, aki a járműért felelős. A adatok ezrei, tízezrei azok, amik naponta fölhalmozódnak az adatbázisainkban, és azt is gondoljuk, hogy ezt egyre inkább használni szeretnénk. Úgy kell elképzelni a működési modellünket, hogy a nemzetközi fuvarozásban a kamion elhagyja az országot egy magyar exporttal, 3-4 hétig nem tér vissza utána Magyarországra, hanem nyugat-európai országokban teljesít különböző fuvarfeladatokat. De azt, hogy melyik kamion, melyik fuvarfeladatot és ezt melyik úton teljesíti, abban nagy segítségünkre vannak a saját magunk által fejlesztett informatikai eszközeink. Ugye az első kérdés mindig az, hogy melyik kamion és melyik kamion-sofőr kombináció vigye el melyik fuvart. Ez gyakorlatilag attól függ, hogy az adott fuvar feladathoz képest a kamion éppen hol van, és hogy a kollégánk, aki ezt a járművet vezeti, még mennyi szabad vezetési idővel rendelkezik. Ezt egy Vibe nevű saját magunk által fejlesztett eszköz képes optimalizálni, csökkenteni ezzel a kieső időt, ami az optimalizációnak az egyik kulcsfontosságú eleme. Tehát egy optimalizációs motor az, ami a fuvar feladatot és a kamiont, illetve a pótot, sofőrt összepárosítja egymással, és hiszünk abban, hogy ez egy egyedi képesség ma a versenytársaink között. A másik kérdés, hogy miután megvan az, hogy melyik kamion, melyik fuvar feladatot viszi el, milyen úton visszük. Ez elsőre azt gondolom, hogy egy triviális válasz, meg kell keresni a legrövidebb utat A és B pont között, és meg is van az, hogy akkor mi az, amit teljesíteni kell. De hogyha ezt vállalati oldalról nézzük, meg profitabilitás oldalról, akkor ez nem mindig ennyire triviális ez a válasz. Úgyhogy még mielőtt belefogunk ebbe a tervezési feladatba, vagy ha úgy tetszik, még mielőtt beleütnénk ebbe az ipari GPS-be a koordinátákat, figyelemmel kell lenni megint csak a sofőr vezetési idejére, figyelnünk kell arra, hogy mikorra kell megérkezni a fuvarral, azaz a lehető legrövidebb utat kell válasszuk idő szempontjából is, vagy sem. De figyelünk arra is, hogy milyen korlátozások vannak, akár állandó korlátozások, súlykorlátozásról beszélek például, akár idéglenes forgalmi korlátozások, komolyabb útépítések. Jelentős különbségek vannak az egyes utaknak a díjszintjei között, például igénybe kell vegyünk egy fizetős alagutat vagy hidat, számos ilyen van Európában. Melyik országban tudunk majd tankolni az adott járművel, ezt mind-mind figyelembe veszük, hiszen nagyon sokszor 3-4 olyan párhuzamos útvonal is adódik, ami végig lehetne menni. Kilométerben akár közel is vannak egymáshoz, de útdíjban, üzemanyagban, időigényben, vagy akár domborzatban, ami szintén egy fontos jellemzője, például a fogyasztásnak különböznek egymástól. Ezt mind-mind megpróbáljuk figyelembe venni, és csak ezután döntünk arról, hogy a járművezető melyik útvonal variáción vigye végig a
a járművet és azt a rakományt, amit el kell juttassunk. Szóval, amikor ezt a 3-4 hetes periódust kint teljesítik a kollégáink is a járműveink, akkor ezeket a paramétereket mind-mind figyeljük. Ez az így megtervezett úton jut el a jármű A-ból B pontba, és amikor eljut B pontba, akkor újra kezdődik a ciklus, akkor megint szabaddá válik az eszköz a maga paramétereivel, a járművezető paramétereivel, illetve a jármű paramétereivel, hiszen fontos az is, hogy esetlegesen mikor kell hazahozni karbantartásra azt a járművet, és kezdődik az egész újra. Amikor lefutott ez a 3-4 hetes ciklus, akkor a jármű hazajön, a járművezetőink a nekik rendelkezésre 3-4-5 napot eltöltik vagy Magyarországon, vagy abban az országban, ahol élnek, és ez ismétlődik újra, újra és újra. Tehát a mostani bejelentés szerint egy 3 milliárd forint értékű és több lépcsőbe megvalósuló fejlesztésről van szó, ami ezt az egész informatikai rendszert érinti. Ezen belül hogyan újulnak meg ezek a felsorolt készségek, és mivel egészülnek ki, ami a további fejlődés lehetővé teszi majd? Hát ha egy egyszerű mondatot akarnék válaszolni, akkor gyakorlatilag minden megújul. Ezek az optimalizációs motorok, amelyekről beszéltem, ezek a legkésőbbi fejlesztéseink. Azt lehet mondani, hogy ezek voltak ennek az egész történetnek a legelső lépcsői. Másodszorban az elmúlt évben új alapokra helyeztük az adminisztrációs gazdasági folyamatokat támogató rendszerünket. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy mivel SAP alapokon újítjuk meg a rendszerünknek a jelentős részét, úgy találtuk érdemesnek vagy célszerűnek, hogy egy olyan modul halmazzal kezdjünk, ami az SAP számára is a leginkább járt út és egy alacsonyabb kockázatú projektelem. Ezzel gyakorlatilag a két cég kipróbálja egymást, megpróbáljuk, hogy tudunk együttműködni, megpróbáljuk, hogy mennyire értjük egymást. Hogyha kicsit egyszerű akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy hogyan működik a kémia a két társaság között. Ezen túljutottunk, élesen elindítottuk ezt a rendszer elemet január 1-ével. Úgy gondoljuk, hogy jól működik a két csapat együtt. Vettünk egy nagy levegőt, és a következő másfél évben arra készülünk, hogy a teljes fúrozási operációt követő rendszer kombinációt megújítjuk. Ez azt jelenti, hogy minden olyan adat, ami a fuvar teljesítések kapcsán, vagy az értékesítési tevékenység kapcsán keletkezik, ügyférről, milyen árat adtunk neki, milyen hosszú volt a szerződése, milyen egyéb más paraméterei voltak a szerződésének, miért nem nyertünk meg egy tendert, milyen fuvarozási paraméterei voltak annak a fuvarnak, amit teljesítettünk, mi volt akár a fogyasztása a járműnek két pont között, mennyi időt töltöttünk el ezzel. Ezt mind-mind egy új rendszerkomponensek fogják gyűjteni, vagy akár az a rendszerkomponens, ami a járművezetőinknek a jövedelmét kiszámolja. És ez az egész egy olyan egységes adatbázisba fog kerülni, és amikor egységességről beszélek, akkor nem csak a fuvarozási operáció és az értékesítés, hanem a gazdasági rendszerek által kibocsátott adatok is, ami hitünk szerint egy olyan egységes adatbázis lesz, ahol sokkal könnyebben tudunk majd adatokat elemezni, és erről azt gondoljuk, hogy a sokkal könnyebb adathozzáférés, adatelemzési lehetőség egy sikeresebb vállalatirányítást és egy még tovább fejlődő vállalati modellt tesz lehetővé. Mindemellett a telematikai rendszerünket is megújítjuk. Ez azt jelenti, hogy amellett, amit már említettem, hogy most is tudjuk minden pillanatban, hol van a járművünk, éppen milyen országban tartózkodik, vagy akár milyen az üzemanyag fogyasztásának a szintje. Bevezetünk egy olyan eszközrendszert a telematikai rendszer alapján, ami folyamatosan olvassa a jármű agyát, hogyha szabad így mondani. Elemzi a járművezetőnek a stílusát, és ez alapján, a stílus elemzés alapján mi visszajelzést tudunk adni minden operátor, diszpécser kollégának, és utána magának a járművezetőjének is, hogy mit tudna úgy változtatni a vezetési stílusán, hogy ez még hatékonyabb vezetést eredményezzen. Itt a legegyszerűbb dolgoktól a legbonyolultabbakig el lehet jutni. Mikor érdemes bekapcsolni az adaptív tempomat ott, ami a gépjármű van, és mikor nem. Hogyan érdemes a járműnek a motorfékét, vagy azoknak a járműnek a retarderjét kihasználni, amelyekben van.
mennyit érdemes állóautóban a motort járatni annak érdekében a parkóban, hogy az állókímla meg az állófűtés jól működjön, és mennyit nem. Tehát számos olyan paraméter van, amiket nem triviális használni, de ha egy óriási adatmennyiséget elemzünk, akkor olyan következtetéseket lehet levonni, ami az egyénnek is jó utána, és a társaságnak is. Ugye már ezekből a fejlesztésekből is nagyon jól látszódna, hogy a logisztika is, mint a többi iparág, egyre inkább digitalizálódik, de ezeken a hagyományos rendszerek megújítására törekvő elképzeléseken kívül már számos olyan új technológia is megjelent, mint az önvezető járművek, akár a szenzor technológiák felhasználása, de lehet szó akár az olyan új üzleti modellekről, amelyeknek az alapja végül is csak egy technológiai platform, de létezik ugye már a szállítmányozásban is ilyen Uber-szerű felállás, amikor tulajdonképpen a technológiai hátteret szolgáltató cég csak a fuvarszervezést végzi. Ugyan hogy látja az iparág jövőjét ebben a tekintetben? Eleve mi a jövő, de még érdekesebb, hogy maga a Waberers, hogy próbál meg erre alkalmazkodni, vagy előre gondolkodni? Én személyesen azt gondolom, és itt nyilván csak a saját véleményet tudom mondani, hogy nagyon nagy átalakulás előtt van ez a szakma. Ez a szakma egy picit hagyományelvű, én azt gondolom abból a szempontból, hogy eddig milyen fokon és mennyiben használja az informatikai fejlesztések által adott lehetőségeket. Most viszont akármelyik partnerünkkel beszélek, ügyfél oldalon, járműgyártókkal, gumigyártókkal, üzemanyagot biztosító cégekkel, mindenki informatikáról beszél a fuvarozással kapcsolatban. Nekem az egyik meggyőződésem, hogy a kamionos fuvarozás, vagy a közúti fuvarozás az továbbra is elkerülhetetlen lesz Európában. Rengeteg olyan fejlesztés van, ami ennek a szektornak talán az egyik legnagyobb hátrányát, a környezetszennyezést azt vagy csökkenti, vagy gyakorlatilag lenullázza. És az informatikai fejlesztések lehetősége óriási hatékonyságnövekedést lehet majd elérni. Tehát én meggyőződésem, hogy akár az üres kilométerek csökkentésében, akár ennek az iparágnak a human intenzitásának a csökkentésében nagy szerep lesz az informatikának. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy azok a jelenségek, amikről most már olvasni lehet, akár az automatizált, vagy a vezető nélküli járművek, vagy kamionok, akár a platooning, ezt majd mindjárt mondom két szóval, mit jelent, nagyon bizonytalan, hogy ez mennyiben jelenti a közeljövőt. Megmondom, hogy mire gondolok. Platooning az azt jelenti, ami szakmánkban, amikor több kamion az autópályán majd a jövőben egymás mögé áll, ezzel radikálisan csökkenti az eszközöknek az üzemanyagfogyasztását, és csak az legelsőben ül egy járművezető, az többi jármű követi gyakorlatilag ezt az első járművet, gyakorlatilag mint egy vonat, ha úgy tetszik, mint egy közúti vonat. És ezzel egyrészt üzemanyag vagy energiafelhasználás csökkent, másrészt a teljes szakmánra jellemző járművezető hiányval kapcsolatos kérdésre ad egyfajta választ. A másik a teljesen járművezető nélküli járművek kérdésköre. Ezek a technológiák ma, amennyire a járműgyártóktól, vezető európai járműgyártóktól tudom és tudjuk, és egy viszonylag szoros együttműködésünk van velük, ezek rendelkezésre állnak. Ma bányákban működnek már járművezető nélküli kamionok, akár napi gyakorlatban is. Azonban itt nem csak az a kérdés, hogy képes-e egy járműgyártó, vagy képes-e egy ilyen cég, mint mi, járművezető nélküli kamionokat működtetni, hanem a szabályozási kérdések. Ez rengeteg olyan infrastruktúrális elem szükséges az autópályákba beépítve jeladók, és különböző infrastruktúra elemek, amik ma nem állnak rendelkezésre Európában, és a legnagyobb kérdés számomra, hogy ezek mikor fognak úgy rendelkezésre állni, hogy ne csak egy szoros régióban, egy megyében, egy országban, hanem teljes Európában ezeket egységesen használni lehessen. Ma azt gondolom, hogy ez a szűk keresztmetszet. Hogyha ez megoldódik, és ebben van kérdés a fejemben, hogy ez 2, 3 vagy 10 év alatt oldódik meg, akkor azt gondolom, hogy a technológia nagyjából erre készen van, és azt is gondolom, hogy Waberers oldalon mindig követni fogjuk ezeket az újításokat, és igyekszünk majd élni is vele. A műsort az SAP Hungary támogatta.